dac fogott el és furcsa makacság, de nem mondtam ki azt a szót soha, és most már nem is tudom kimondani. Kora délelőttől délutánig próbálták a Nemzeti Összetartozás napi emlékműsort a színészek és az előadók. A trianoni békediktátum aláírásának 100. évfordulója alkalmából a Babits Mihály Kulturális Központ felkérésére a Magyarországi Német Színház színészei vendégelőadók bevonásával állították össze a műsort. Olyan szövegeket, verseket és rövid szövegeket válogattunk, amik vagy írók tollából származnak, vagy pedig történészek, de mind az 1920-as év környékéről. Tehát akár a békeszerződés napján elhangzott szövegből is idézünk gróf Apponyi beszédéből. Akkor figyelem, próba lesz! A koronavírus járvány miatt idén nem csak a próbák, hanem az előadás bemutatója is közönség nélkül zajlik majd. Az emlékbeszédet Ács Rezső Szekszárd polgármestere mondja, televízió munkatársai pedig az egész műsort felveszik. A közönség nélküli előadás igazi kihívás a műsorban résztvevőknek. Teljesen más, tehát hogyha most élőben játszanánk, akkor egy nagy kompozíciót kellett volna létrehoznunk, egy összszínpadi képet, amiben mindenki tudja, hogy mikor hova megy. Most pici epizódokat fogunk fölvenni, ez egy egészen más hozzáállást igényel. A Nemzeti Összetartozás napi emlékműsort a Babits Mihály Kulturális Központ Facebook csatornáján június 4-én délelőtt 11 órakor teszik közzé, és aznap televíziónk is bemutatja.